Üdvözlem a Miskolc Televízió nézőit! A Promenád mai adásában elbúcsúztatjuk a Szeúzó kincset, de már a város készül a nyári operafesztiválra. Tartsanak velünk! Római kori harcosok köszöntötték az 5000-dik, a Magyar Nemzeti Múzeum vezetése a 100000-dik, a Herman Otto Múzeum vezetősége pedig a 20000-dik látogatót. A Szeúzó kincs iránt országszerte hatalmas volt az érdeklődés. A miskolci kiállítás február közepétől egy hónapon át várta az érdeklődőket. A tárlat Kecskemétről érkezett a régióba, így nem csak miskolci, hanem a város vonzás körzetében élők is megnézhették a kincset. Viva Trostallo! Vivat Rosallo! Vivat Nova Roma! Vivat Nova Roma! Vivat Aerarium Seusonis! Vivat Aerarium Seusonis! A felfegyverzett római kori harcosok a kiállítás 6. napján tartottak különleges bemutatót. Így öltözhettek a Krisztus utáni 1.-2. századfordulójának harcosai. Páncélokkal és kardokkal felvértezve, vagy éppen az elejtett vaddisznó trófeáját fejdíszként viselve idézték meg ezt a kort, de nem csak a harcosok öltözete, a polgári viselet is megelevenedett a Szeúzó kincs látogatói előtt. Egyszerű téglalapról van szó, amit a tunika fölé vettek föl, ez pedig ez a zöld ruha, ami szintén egyszerű téglalap, úgyhogy a szabóknak nem volt sok dolga a római korban. Észre kellett vállon és oldalt varni két téglalapot, és hagyni lyukat a karnak és a nyaknak. Kiderült az is, hogy kellő ügyességgel a tógát akár rabszolgák segítsége nélkül is föl lehetett venni, de a női tunika és sztóla viseletét is megmutatták. A fiúkat persze elsősorban a harcászat érdekelte. Akár a harci sisakot is fölpróbálhatta bárki. És ezt miért kellett fölvenni? Erre ösztökélt a tóga, hogy védje az embert. A rostallói hagyományőrzők bemutatóikkal és táboraikkal 8 éve viszik közelebb a római kort az emberekhez. Biztosan megdöbbentő lehet, hogy mit csinálunk mi itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, mi idevaló római hagyományőrzők vagyunk. Rostalló pedig az a hely, ami számunkra a világ közepe. Ez egy nagyon pici háromházból álló mikrotelepülés az Zemplénben, és itt vagyunk mi otthon igazán. Itt szervezzük nyári táborainkat, kirándulásainkat, itt végezzük fegyvergyakorlatainkat. A római kor több szempontból is izgalmas időszak volt. A vallás már egyre elterjedtebb lett, de még élénken éltek a pogány jelképek és életvitel is. Szeúzó kincse is ebben az átmeneti időszakban készült. Az igazság az, hogy elég jó hírverése volt a kiállításnak. Láttuk a plakátokat, órás plakátokat, minden, csak egy kis hét nem lehetett kihagyni. Úgy, hogy ezt nem lehetett kihagyni. Nem lehet kihagyni több szempontból sem. Például azért sem, mert ez az egyik, ha nem a legértékesebb magyar leletegyüttes, amelynek története kalandokkal teli. A kincset, amint hazakerült Magyarországra, már is vándorkiállításra indította a Magyar Nemzeti Múzeum. Az ország 6 városában mutatkozik be, mielőtt végleges otthonába kerülne a Nemzeti Múzeumba. Miskolc az 5. helyszín volt, itt váltott jegyet a vándortárlat 100000. nézője is, aki férjével Nyéklátházáról érkezett a Herman Otto Múzeumba. Nagyon vártuk, sokszor többször láttuk már tévében, mindenféle fórumban, de élőben még nem, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy megnézhetjük. Apu, te is mondjál valamit. Hát én azért nagyon örülök, mert egy hónapos műtéten vagyok túl, és nagyon is itt vagyott nekem ez össze, hogy még egy ilyen pótjeggyel vagyunk itt tulajdonképpen, mert hol jövünk, hol nem jövünk, de tényleg boldog vagyok, hogy végül is mégis sikerül megnéznem ezt a gyönyörűséget. Miskolcon nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás iránt, naponta több mint 1000 ember látja, 1100-1200 látogatót regisztrálunk nap mint nap, és ugye a látogatószámok egy vándorkiállítás esetében összeadódnak, így nagyon örülünk annak, hogy az országosan 100000. látogatót éppen itt Miskolcon a Herman Otto Múzeumban köszönthettük. Az előzetes foglalási naptár már gyakorlatilag megtelt, így már látjuk azt, hogy teltházas lesz a kiállítás, körülbelül a 20000 látogató,
akár egy picit több is meg fog fordulni ebben a kiállításban, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan mondják, hogy hát a látogatásra rendelkezésre álló 30 perc az úgy épp, hogy elég, ezért mindenkinek a türelmét kérjük és a megértését, hogy minél többen láthassák a kincset, ezért voltunk kénytelenek 30 percben korlátozni a látogatási időt, de sokakkal előfordult, hogy visszatértek később és megnézték még egyszer, hogy alaposabban szemügyre vehessék ezt a páratlan római ezüst kincset. Tóth Arnold hozzátette, hogy a visszajelzések is nagyon pozitívak. Ez nem is csoda, hiszen egy kivételes leletről van szó. Országjárása során mindenhol 10 000 voltak rá kíváncsiak. Miskolcon március 14-én lépett be a 20 000. Látogató is. Egy tanárnő, aki Putnokról érkezett osztályával. Az előzetes becsléseink alapján körülbelül 20 000 látogatóra számítottunk, és nagyon örülünk annak, hogy 4 nappal a zárás előtt már ezt a számot elértük. Ez is mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás iránt. A hosszú hétvégén végig nyitva leszünk, szokás szerint reggel 9-től este 9 óráig, és a nagy érdeklődésre való tekintettel 17-én szombaton egészen éjfélig nyitva tartunk és várjuk a látogatókat. Erre az időszakra is nyitottunk egy regisztrációs felületet, és hát már örömmel jelenthetem, hogy ez már gyakorlatilag megtelt, úgyhogy már biztosan bőven 20 000 fölötti látogatószámmal fogjuk tudni zárni a Szeúzó kiállításnak a miskolci helyszínét. Az országjáró vándorkiállítás mindegyik helyszínen hatalmas siker, hiszen páratlan értékű tárgyak járják az országot. Ez egy nagyon sikeres kiállítás, ami részben természetesen a kollégáim érdeme, hiszen egy nagyon szép installációt állítottak össze, de hát ez a kincs önmagáért beszél, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a felfogott érdeklődést, ezt vártuk, hogy ez így lesz, tehát sejtettük, hogy ez ennyire népszerű lesz, és hát tudjuk azt is, hogy nem mindenki tud eljutni ezekkel néhány rövid napon egy-egy helyszínre, és ezért a nyártól a Szeúzó kincset a Magyar Nemzeti Múzeumban is be fogjuk mutatni, egy állandó, vagy legalábbis egy hosszabb távú kiállításom. Úgyhogy aki esetleg lemaradt volna, az sem marad le, azt szeretettel várjuk a mi kiállításunkon majd. A kincset egy szélesebb, tágabb horizontban beágyazva fogjuk bemutatni. Azok a tárgyak és láthatók, amik köthetők, feltételesen köthetők ehhez a kincshez, de korábban kerültek elő, és azok a római luxus cikkek, luxus tárgyak, amik Pannoniában előkerültek, ezekből is lesz egy válogatás, úgyhogy biztos érdemes lesz megnézni ezt a kiállítást is. Miskolcon vasárnapig lehetett megnézni a kincseket. A tárlat azóta tovább vándorolt Nyíregyházára. A Szeúzó kincs végül a fővárosba kerül majd, ahol természettudományi vizsgálatokat és restaurátori munkát is végeznek rajtuk a budapesti kiállítás előtt. Miskolcon pedig egy másik nagy tárlatra készülnek már. Itt a kiállítás kapcsán megvalósult átalakítás lehetővé teszi, hogy a jövőben is fogadjunk hasonló értékű vagy hasonló jelentőségű műtárgyokat, ha ehhez foghatót nem is, de ehhez hasonlókat nyilván a jövőben tervezünk. Most rövid távon egyelőre ebben az évben a képtár kiállítását szeretnénk visszaállítani a restaurált csontvári festménnyel a középpontban, és az év végére tervezzük a következő nagy attrakciónkat, ami egy természettudományi kiállítás lesz a Pannon-tenger Múzeumában a dinoszauruszok világáról. A dinoszauruszok világára tehát még várni kell egy keveset, de hamarosan a képtár újra megnyitja kapuit, többek között a megújult az Öreg Halász című festménnyel. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján koszorúzással tisztelegtek a hősök előtt Miskolcon. Az Erzsébet téri ünnepségről a főutcán átvonultak a zenészek, korhű ruhába öltözött fiatalok, képviselők és miskolciak a Széchenyi szoborhoz. Gróf Széchenyi István azon követek közé tartozott, akik 1848. március 15-én Pozsonyból vitték Bécsbe a fontos törvényelőkészítő javaslatokat. Ezután Deák Ferencnek, a haza bölcsének, egykori igazságügyminiszternek a szobránál is koszorúkat helyezett el az ünneplő tömeg. Deák az 1848-as események megítélésekor is megőrizte higgadtságát és elvetette az erőszakot. Elvállalta ugyan a Batthyány kormányban az igazságügyi tárca vezetését, de lelkesedése nem volt kitörő, inkább fenntartásait hangoztatva állt a szorongatott helyzetben lévő miniszterelnök mellé. A Petőfi térre, a koszorúzás utolsó helyszínére is a Számadó zenekarral együtt érkeztek az emlékezők, ahol a Márciusi ifjak vezére Petőfi Sándor előtt tisztelegtek.
Igazi magyar táborrá alakult a Szent István tér az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. A hagyományokhoz híven ezúttal is a családokat várták. A nemzeti ünnepen honvédnak jelentkezhettek a kicsik, kart, kalap és felöltő. Minden felszerelés adott volt az ifjú honvéd jelöltek számára. A gyerekek Kossuth-nótákat tanulhattak, de azt is megtudhatták, hogyan masírozik egy igazi honvéd, és Petőfi Sándort is jobban megismerhették. A huszártáborban pedig előkerült a kard is. A huszárokat természetesen nem lehetett meglepni, de a gyerekek lelkesen mutatták be kardforgató tehetségüket. A téren a gyerekek versenyezhettek a fajátékokkal, a kézműves foglalkozásokon pedig maguk készíthették el játékukat, fejdíszüket, vagy éppen egy huszár fejfedőt. A 48-as családi napon a magyarság legjellegzetesebb elemei mind megjelentek. A huszár élet mellett a magyar népzene és a néptánc sem hiányzott. A Szimbabölgyi Néptánc Együttes bemutatója pedig táncba is hívta a miskolciakat. Komoly zenével ünnepelték március 15-ét a Szemere Szalomban. A Herman Ottó Múzeum papszeri épületében évek óta sikerrel megrendezett zenetörténeti találkozó legfőbb célja, hogy bemutassa a magyar romantikus zene kevésbé ismert darabjait. A szalomban ezúttal az 1948-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek a résztvevők. Egészen pontosan Kossuth Lajos előtt. Az érdeklődők a zenén keresztül is megérthették, milyen meghatározó személy volt Kossuth Lajos, aki egy évszázad zenei világára is hatással volt. Március 23-a a Magyar-Lengyel Barátság napja. 11 évvel ezelőtt fogadta ezt el a két ország parlamentje. A két nép barátságát számos történelmi esemény alapozta meg, ezek egyikét dolgozza fel az Avasi Gimnáziumban megrendezett kiállítás, fejezetek a Magyar-Lengyel Barátság vészterhes éveiből 1939 és 45 között címmel. A vándor kiállítás anyaga a Szegedi Levéltárból származik. A tárlat március 28-áig tekinthető meg az Avasi Gimnáziumban. Hibrid Miki, Cidri és Ottó bácsi is életre kelt, hogy gyerekeknek meséljen. Ők mind a Lillafüredi Erdei Vasút mozdonyai, akik történeteikkel a környék állat- és növényvilágát, valamint irodalmi, történelmi érdekességeit mutatják be. A Kispöfögő könyvsorozat játékosan tanít, de a régió turisztikai értékeire is felhívja a figyelmet. A könyv szerzője Csohány Domitilla, a 4 és 8 éves korosztályhoz szól. Fikció és valóság keveredik a könyvben, hisz miközben a mozdonyok beszélnek, az is kiderül például, hogyan működik egy hibrid mozdony. A Kispöfögők mesekönyv sorozat következő része a gemenci kisvonatok világát mutatja majd be a gyerekeknek. Kistanna István miskolci fotóművész munkáiból nyílt kiállítás a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben. A fotós eddig jobbára Miskolcról készített képeket, ezúttal azonban a tánc ihlette a munkában. 24-ből 12 fotót állított ki. A kiállítás május 1-jéig tekinthető meg a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet aulájában. Mamma Mia Diósgyőrben kelt életre. A 20 éves Sophie szórakozott édesanyjával, Donnával egy kis körök szigeten él. Sophie rövidesen hozzámegy vőlegényéhez, Skyhoz, és szeretné, ha az édesapja vezetni az oltárhoz, de nem tudja, hogy ki az. Donna régi naplóját elolvasva a lány arra a következtetésre jut, hogy három férfi közül kell kiválasztani a megfelelőt. Igazi klasszikus, igazán fiataloknak. A Mamma Mia legendássá vált dalai is felcsendültek természetesen a Diósgyőri Gimnáziumban, a gimnázium diák színjátszóinak előadásában. Minden eddiginél nagyobb utcai kavalkáddal, ezrek operájával, ősbemutatókkal és műfaji keveredésekkel teli lesz az ország egyetlen operafesztiválja Miskolcon. A nemzetközi hírű operaünnepen Rock Giovanni lesz az ezrek operája, de érkezik különleges oratórikus körkép is, amely Semmelweis Ignác életét mutatja be. Hatalmas ünnepi kavalkáddal kezdődött tavaly az operafesztivál. A nyár közepi operaünnep idén is benépesíti majd a sétáló utcát.
A szervezők minden eddiginél hangsúlyosabb utcai programokat ígérnek, és ezúttal a Művészetek Háza is becsatlakozik a helyszínek sorába. Többek között a Gimes és Miklós Erika ad majd itt koncertet. A műfaji kitekintés az Opera Fesztivál sajátja, de a kezdeti, legfőbb célok nem változtak a kezdetek óta. Az egyik Bartók Béla örökségének népszerűsítése. Másik ilyen nagy láb, a nagyon fontos, megerősítendő lábunk az operaíróverseny, ami negyedszerre ugye kiírás alatt van, most várjuk a produkciókat, ez most ebben a füzetben nem csapódik le, hiszen majd most abban a fázisban van, hogy írják az operákat, és a következő operaíróverseny, vagy a következő fesztiválon lesz belőle eredmény. És a harmadik nagyon fontos lába ennek a fesztiválnak, az pedig az Ezrek operája, az, hogy az utcán nagyszabású operát játszunk, nem lebutított változatban, hanem nagyon érdekes szuperprodukciókban. Tehát és akkor esetleg a távolabbi jövőben afelé szeretnénk menni, hogy ugye erre három nagyon nagy produkcióra sok pénzt tudjunk költeni, ezzel igazi világprodukciókat létrehozni, és esetleg többször előadni a tíznapos fesztivál folyamán. Ennek jelei már idén is megmutatkoznak. Két előadást kétszer tűznek műsorra, hogy senki sem maradjon le az opera élményéről. Lesz viszont egy másik, kivételes ismétlés is. E. Musicidi Róma hangverseny a Nagyszínházban nagy sikert aratott 2017-ben. A zenészek nagyon jól érezték magukat Miskolcon, ezért újra bejelentkeznek a miskolci közönséghez. A 66 éves együttes a mai napig azt a világszínvonalat jelenti, amelyet az őket hallgató karmester Toscanini így fejezett ki: nem a zene hal meg. 2018-ban Puccini, Rossini mellett Dvorzsák és Sosztakovics műveiből szemezgetnek. Pedig már a Hári János szvit, amelyet a Kodály Zoltán emlékévhez kapcsolódóan mutattak be az elmúlt évben. A narrált előadásban egy különleges világba csöppenhettek a nézők. Idén a Semmelweis emlékévhez kapcsolódóan a világhírű orvos életét mutatják be, természetesen az opera műfajának segítségével. Nincs úgy év, hogy Kodály év, vagy Bartók év, de azért van egy év, Semmelweis emlékév van, 200 éves lenne Semmelweis, hogyha élne, 100 évvel idősebb, mint a kékszakálú, mert ugye a kékszakálú meg 100 éves. Úgyhogy mi kapunk ajándékba egy szép produkciót a Semmelweis emlékévtől és az emlékbizottságtól. Semmelweis Ignác élete nagyon kalandos volt. Maga korában boszorkány üldözött volt. Egy mániákus és kellemetlen figurának tartották. Ma már egészen más a megítélése. Élete, pályája, szinte minden dramaturgálma. Jó zene van, jó zenemű van, és rossz zenemű van, és ezt elő lehet adni jól meg silányul, akár zeneileg, akár színpadilag. És ez a fontos, a zenész színházat szeretjük mindannyian, és a műfajok, vagy a ráaggatott műfaji meghatározások nem érdekesek. El kell mondanom önöknek, hogy nem csak azért tartozunk óriási köszönettel a Semmelweis emlékévet kitaláló és kezdeményező orvos-professzor csapatnak, mert támogatást is kaptunk az EMMI keretéből erre a produkcióra, hanem azért is, mert bevallom őszintén, hogy ők hívták fel a figyelmünket erre a műre, és mi egyből nyitottak voltunk, és én amint letettem a telefont, felhívtam Gergelyt, és azt mondtam, hogy ennek a bemutatónak szerintem ezen a fesztiválon van a helye. Azt még elmondom, hogy
hogy tényleg én remélem, hogy a szemüvesz emlékév rávilágíthat ennek a csodálatos orvosnak és embernek az elképesztő élettörténetére. Az elmúlt hetekben nem volt olyan dramaturg, fordító, színházi ember, aki a munka kapcsán kezébe vette volna ezt az anyagot, és nem mondta volna azt, hogy elképesztő, hogy miért nem készült még szemüvesről rengeteg prózai dráma, vagy zenemű, vagy a film, mert hogy olyan őrületesen érdekes történet, és annyi mindent asszociációra ad lehetőséget. A Semmelweis opera természetesen ősbemutató lesz az Opera Fesztiválon, de az oratorikus körkép mellett lesz még csemege bőséggel. Például az István a király, amelyet 35 évvel ezelőtt mutattak be. Több változat, óriási sikerek, a Miskolci opera ünnepen pedig a legnagyobb színpadi művekhez méltón hangversenyelőadáson mutatják be a klasszikus alkotást. Ráadásul a rockopera szereplői között egyedül László Boldizsár lesz operaénekes. Igazi rockénekesek öltöznek frakba, hogy elmeséljék a király történetét. Az Istvánról hát sok újat nem lehet mondani. Valójában rengeteg előadás, tényleg gyönyörű sikerek. Mindenekelőtt az a fontos számunkra és számomra, amit zeneszerzőnek, hogy itt állhatok egy ilyen nagyon komoly rendezvényen, és a fene gondolta azt, hogy az István a királlyal majd ilyen magasságokba jutunk. A Székely Fonó című egészen különleges, hát nem operát, ez egy ilyen furcsa népi daljáték, ugye a Kodálynak egy ilyen mesterműve, és hogy miért pont ezt, azt már az előbb hallották, hiszen most Kodály év van. Ennek megfelelően, hogy a fesztivál ne csináljon nagy konkurenciát a Székely Fonónak, ezért olyan igazi nagy operát nem is mutatnak be, hanem csupa ilyen kortárs dolgot, hogy a végén tessenek majd özönölni és megnézni a Székely Fonót is, ami nem egy igazi opera, ahol népdar füzéreket hallgathatnak majd. 2017-ben a Székely Fonót ismerhette meg a nagy közönség. Ez volt az Ezrek operája. Az évről évre egyre nagyobb érdeklődéssel megrendezett programban idén a rock műfaja találkozik Mozart zseniével. Az Opera Fesztivál szervezői a Don Giovanni-t öltöztetik izgalmas a mai zenei világhoz közelítő köntösbe. Az átiratot pedig a rockzene műfaji elemei gazdagítják majd. A díszlet ezúttal is az Avasi kilátó és környéke lesz. Keselyek Gergely elárulta, hogy a Rock Giovannival egy régi álma teljesül. Amikor 2000-ben Kovalik Balázs rendezte a Don Giovannit a Várban, és én vezényeltem, akkor azt találtuk ki, hogy a vacsora az legyen, azt kérte Balázs, hogy legyen valami más, zeneileg is, mert hogy Don Giovanni annyira a jövőbe lát. És akkor azt találtuk mondani, hogy legyen rockzenekar a vacsorában szereplő három zenei betétnek a zenekara. Nem volt idő rá, mert úgy nézett ki, hogy nincs rá pénz, aztán mégis az utolsó pillanatban lett rá pénz, és akkor én nem tudtam már más csinálni, mint a zongora kivonatba kihúztam sárgával a gitárnak a játszandóját. Azt mondtam a basszusgitárnak, hogy játssza a basszust, az ütősnek elmondtam, hogy milyen ritmust üssön alá, és a korepetitor pedig improvizált a megfelelő stílusban zongorán. Egy pár órát próbáltunk, fantasztikusan szólt, és akkor megszületett az a gondolat a fejemben, hogy ha Mozart ismerte volna a rock lehetőségeit, akkor valószínűleg az egyik legjobb rocker lett volna a világon. És egyrészt, másrészt pedig azt gondoltam, ismerve az ő személyiségét, hogy ő ilyen bulikban, meg ilyen disznóságokban benne van. Meg benne lenne, ha ma itt élne közöttünk, sőt, valószínűleg ő csinálná meg elsőnek. Nagyon-nagyon jól szólt. Nem került közönség elé. Akkor nem, most viszont elérkezett az idő. Nem a klasszikus zenei átirat kerül a kilátó színpadára, hanem egy fiatal, lendületes zeneszerző, Szűcs Csapor átdolgozása. Így lesz Don Giovanniból Rock Giovanni. Ez egy nagyon jó cím, hogy Rock Giovanni, és nyilván azok a kollégáim, akik értékesítik a jegyeket, azok örülnek ennek. De én nem ezért tűztem ki, hogy ők örüljenek, hanem engem kifejezetten szakmailag érdekel, hogy ez a zene, ami szerintem mondhatni, hogy kiállt a rock megfogalmazás után,
az hogyan fog viselkedni. És ezért kértem meg Szűcsaport, hogy hangszerelje át, gondolja át, ne csak úgy, mint én, hogy kihúzzuk sárgával, meg lilával a zongora kivonatba, hogy ki mit játszik, hanem gondolja át filmes effektekre, nagyzenekari effektekre, rockra, úgy, hogy a zenekar, az énekes szólamok nem változnak. Tehát tulajdonképpen hangról hangra megszólal a Mozart, természetesen nyilván majd húzásokkal. A mozarti énekszólamok megszólalnak, nyilván ott majd az énekesekkel fogunk beszélni, és stílusbeli változtatásokat eszközölünk. Nem egy egyszerű rock változat lesz tehát, hanem egy újra gondolt történet Mozart előtt tisztelegve. Az Ezrek Operája évek óta az egyik legjobban várt program a júniusi operamustrának. Az első felvonást június 15-én láthatja majd az érdeklődő közönség, egy nappal később pedig érkezik a második felvonás is. A Bartók Plusz idén június 8 és 17-e között népesíti majd be a Miskolci utcákat. A zárógálán pedig nem kisebb művésznő lesz a szólista, mint Sümegi Eszter, aki friss Kossuth díjasként érkezik Miskolcra. Az opera énekes nem először kápráztatja el az Opera Fesztivál közönségét. Ő keltette életre Toszkát, most pedig változatos műsorral lepi meg az opera barátokat. Kedvenceit hozza el. Egy operaénekes számára egy gálakoncertet énekelni, és a szívének a legkedvesebb áriákat és duetteket énekelni, azt hiszem, hogy ettől felemelőbb és pompásabb élmény nem is történhetne. Hát olyan csodálatos művekkel készülünk megörvendeztetni a közönséget, mint Puccini, Giordano, Cilea, Korngold, és még egyeztetés alatt van esetleg Richard Strauss is. Nagyon szép opera részleteket és duetteket adnánk elő. A visszaszámlálás így elkezdődött, a kültéri programok sora is összeáll hamarosan, és június 8-án újra megnyitja a Bartók Plusz az opera kapuit Európában egyedülálló programmal. Miskolc egy új szemmel, Miskolc a művész szemével. A City Art Galéria ismét egy kiváló tehetségű kortárs alkotó műveit mutatja be. A Miskolc művész szemmel című kiállításon Goda Gertrúd művei kerülnek a közönség látókörébe. Egy olyan művészé, aki sajátos technikáját egyedi látásmóddal keverve mutatja be a várost a miskolciaknak és az ide érkező vendégeknek. Új szemszög egy jól ismert, sokszínű városról. A legnagyobb amazonok érkeznek a miskolci közönséghez. A Magyar Színész Társadalom legkiválóbb hölgyei mutatják be Jean-Marie Chevry Amazonok című darabját. Martin 40 év körüli háziasszony, aki egyedül él hatalmas lakásában. A férje nemrég költözött el, miután elhagyta őt egy 20 éves szőkeségért. Egyetlen vigasza az albérlője, aki csipkerüdő megjegyzéseivel tartja benne a lelket. A képzőművésznek tanuló, nyíltan homoszexuális fiúra Martin kicsit úgy tekint, mint a gyermekre, aki sosem adatott meg neki. Hamarosan azonban újabb lakókkal bővül a lakás. Beköltözik Martin két barátnője, akik szintén egyedülállóak. Miki kiváló üzletasszony, vezetőbeosztásban dolgozik egy reklámügynökségnél, Annit pedig 20 év munkaviszony után most rúgták ki az állásából. A három nő eldönti, hogy amazonok módjára fognak együtt élni, fellázadnak a hagyományos háziasszonyi szerepkör ellen. Az amazonokat Nárai Erika, Györgyi Anna és Aux Éva testesíti meg. Halvány lila gőze is lesz a miskolci közönségnek. A Lárpúr Lárt társulat legújabb, a sorban a 17. önálló színházi estje érkezik a Művészetek Házába. A társulatnak sokáig halvány lila gőze sem volt, hogy milyen címet is adjon legfrissebb humorestjének, de a probléma hamar megoldotta magát, és halvány lila gőz lett az előadás címe. A már 31 éve nevettető társaság ezúttal is mindent megtesz, hogy a közönségnek a nevetéstől folyjék a könnye. Ez volt Kulturális Magazinunk, március 22-én csütörtökön. Promenáddal egy hét múlva is várjuk Önöket, én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét, jó tévézést!